Alumínium és jód reakcióját fogjuk megnézni. Az alumínium és a jód is elemi állapotban van jelen ebben a rendszerben, ez egy keverék, elemi keverék. Mind a kettő szilárd anyag, és együttesen ilyen szürke por benyomását kelti. És most ezt a két anyagot, amely egyébként egymás mellett van és képes reagálni, katalizátorral visszük reakcióba. A katalizátorok olyan anyagok, amelyek képesek meggyorsítani a kémiai reakciót. A reakciónak a végterméke ugyanolyan lesz, csak a reakció sebességét meggyorsítják. Vizet cseppentettem rá, és most nézzük, hogy mi fog történni. Ez a reakció egy időreakció, de most elég gyorsan beindult. Lehet látni, hogy a jód lila gőzökkel szublimál. Az elszívót is bekapcsolom. A lila gőzök megjelenése után lehet látni, hogy tűzjelenség jön létre. Ehhez a tűzjelenséghez nem kell oxigén, itt maga a redoxi folyamat történik, amelynek során az alumínium 3 elektront lead, egy jód képes 1 elektront fölvenni, tehát tulajdonképpen AlI3 keletkezik. Alumínium jodit. Látszik, hogy milyen heves exotárm a reakció, és ha fölgyújtom a villanyt, akkor az is látszik, hogy az illető elszívófülke, hiszen azért csináljuk elszívófülkébe, hogy nehogy valami bajunk essen, hiszen a jódgőzök mérgezők rátapadnak magára az oldalsó részre.